Sporttal a teljesebb életért szlogennel rendeztek fogyatékkal élők számára sportnapot Szombathely centrumában. A főszervező az Őrvidékház volt. A Miénk itt a tér programsorozat keretében lebonyolított rendezvény a mostoha időjárási körülmények ellenére nagy tömegeket mozgatott meg. Magyarországon én a 6-700 000 fogyatékkal élő emberre szerettünk volna felhívni a figyelmet, hiszen sokszor úgy vagyunk, nem tudjuk kezelni a helyzetet, nem tudunk hogyan segíteni nekik, és szeretnénk felhívni erre az emberek figyelmét, hogy nem kell sajnálkozva, lesajnálva segíteni nekik, hanem meg kell keresni azt a módot, amikor lehetőség van arra, és ahogy igénylik ők, azzal tudunk segíteni. A rendezvényen azaz élő csocsó mérkőzés adta a legnagyobb sikert, melyen először a haldás labdarúgói és futszalosai léptek pályára, azt követően pedig a gyerekek és a fogyatékkal élők közösen. Emellett végig nagy volt a nyüzsgés Temesvári Zsolt, Skander Európa bajnoki ezüstérmes körül is. Mindenki sportoljon, azt mondom, főként a mozgásérültek, mert neki mozogni kell, nem szabad otthon ülni, és négy falat mámulni, ki kell mozdulni otthonról, és menni kell csinálni valamit. Az eseményre kilátogatott Hende Csaba országgyűlési képviselő és Puskás Tivadar polgármester is. Mindkét politikus szerint a rendezvény remekül illeszkedik a Segítés Városa programba. Mindenképpen ez előremutató, mindenképpen olyan, amely Szombathelyre jellemző. Szombathelynek nagyon fontos az, hogy megmutassa, hogy segít mindenkinek, segít azoknak, akik rászorulók, segít azoknak, akik különböző korlátozottságokkal élnek. A nagy sikeren felbuzdulva a rendezők úgy döntöttek, hogy lesz folytatása a kezdeményezésüknek, ám jövőre még nagyobb tömegeket szeretnének megmozgatni.